Nem volt olyan rég, alig 20-30 évvel ezelőtt, amikor hétvégente az Opera és az Erkel Színház előtt buszok álltak sorba, és hozták a látogatókat. Sokan gyerekkorban már találkoztak ezzel az élménnyel, amit ez a műfaj jelent, és találkoztak egy olyan épülettel is, amely egyedülálló a maga nemében. Az élmény egészen biztosan nyomot hagyott bennük, még akkor is, ha nem lettek később operabarátok. De ez már a múlt, és nekünk az a dolgunk, hogy felkeltsük az érdeklődést a gyerekekben, mondja Kéfer György. Ez még jó idő. A középiskolák az már egy kicsit nehezebb. A szépre, meg a mesére minden gyerek fogékony. Azért hozunk hangszereket, mi zenészek, de van balettos nagykövet, az viszi az ő balettcipőjét, meg balettruháját, és videókat, felvételeket, ahol ezeket megmutatjuk a gyerekek, az főleg az általános iskolában, azért még a mesére fogékonyak. Hiába hallanak sok mindent, kint az utcán, meg esetleg otthon, de hogyha itt esztétikus, szép dolgokat, ami még érdekes is, tehát nem arról van szó, hogy kiállok és 45 percet beszélek a Wagner operákról, hanem olyan operáról kell beszélni, olyan történetekről, a hangszereknek a fejlődéséről, amit ők tudnak valamihez, akár meséhez kötni. Onnantól kezdve, hogy az első hangot az ősember a két kő összeverésével állította elő, egészen odáig, hogy megnézzük, hogy a 200 évvel ezelőtti opera épületben miért álltak az emberek a földszinten, mert akkor ennek még nem volt olyan jelentősége, akkor az volt a lényeg, hogy bemenjenek. Hát sajnos megint ott kezdünk lenni, hogy az a lényeg, hogy bemenjenek, hogy bejöjjenek. A zenei nevelés, ha szélsőségesen fogalmazzuk, akkor a magzati korban kezdődik, de az biztos, hogy az a gyerek, aki úgy nő föl, hogy zenét hallgat és jó zenét, egészen biztosan fogékonyabb lesz nagykorában és nyitottabb a muzsika iránt, mint az a társa, akinek ez kimarad az életéből, vagy csak korlátozott formában jelentkezik, mondja. És az iskolákba kerülve a gyerekek zenei nevelése megszakad. Egyrészt azért, mert mások a fontos dolgok az iskolai oktatásban, mások a hangsúlyok, és hát azok a szülők, akiknek most a kisgyerekeik járnak ezekbe az intézményekbe, hát azok a szülőknek az életéből is már kimaradt, mert ahogy kezdtem, 30 évvel ezelőtt jöttek a buszok az operaházba, most pedig a szülők már ebben nem biztos, hogy részt vettek. Tehát mindenféleképpen arra lenne szükség, vagy az lenne a jó, hogyha például ez a két énekóra, mert ilyen is van, hogy két énekóra, de ez a két énekóra, ez nem azzal telne, hogy esetleg a tanítónéni akkor bepótolja azt, amit, nem akarok senkit bántani, de bepótolja azt, amit nem tanultak meg nyelvtanból vagy matematikából. Hát ez egy nagyon összetett kérdés, és nem én vagyok az illetékes, hogy ezt megoldjam, de én azt tudom, hogy amikor én gyerek voltam, akkor se volt kevesebb óra, és ettől nem lett semmi bajunk. De manapság ugye ezt halljuk mindenhol, hogy túl vannak terhelve a gyerekek. Kell sportolni, de a gyerekek azért kéne sportoljanak, mert jó kedvük van is az egészséges. De amikor nincs lehetőség arra, hogy öttes nevelésről legyen, akkor több művészettel foglalkozó órát is lehetne tartani. A mai kor, sajnos ugye nézzük nem akarok én most címeket meg egyebeket mondani, de ma divatos filmek, amiket már nem moziba, hanem mindenféle eszközeiken néznek, ami eleve káros a személyiségükre, a fizikailag is, meg szellemileg is. És az, hogyha ő zenét hallgatna, ha a szülei leülnének vele este, amikor hazamennek, mert a gyerekkel a szülő csak este találkozik, az egész nap bent van az oktatási intézményben. Ha leülne vele este vagy hétvégén is, akkor mesélne, akkor venni a fáradtságot, hogy elmegy énekelni, elmegy meghallgatni, vagy megnézni egy diótörőt, most jön a karácsonyi időszak, és nem csak az operába, hanem mindenfelé lehet ilyet látni. Vagy bekapcsolhatja akár a tévét is, mert ott is meg lehet találni. Na most a világlátás az ettől fejlődik, mert ezek olyan örök érvényű művészeti alkotások, és egyáltalán a zene, mint ahogy az előbb szó volt róla, hogy az ősember alkotta az első hangot. Ez az emberiség életét teljesen áthatja, és enélkül nem megy, mert hogyha elsiratunk valakit, akkor is siratjuk, tehát éneklünk. Hogyha lakodalomban megyünk, akkor is most lehet vitatkozni, hogy milyen zenét, de akkor is zenélünk.
És az élet, az életet ez mindig behatotta. Na most, hogyha ez kimarad, és ez nincs kivel gyakorolni, és megtapasztalni, akkor ez a világlátás szerintem. Kász építeni veszélyben van az opera, és nincs más lehetőség, csak az, hogy menjünk és ismertessük meg ennek szépségeit a gyerekekkel. Ez, mondja Kéfer György, egy küldetés. Eleve egy nagy kérdés, hogy a klasszikus, jelmezes, díszletes operajátszás, vagy a modern, kivetítjük a mai korra, átültetjük a történetet. Nekem a személyes véleményem az, hogy az opera attól is veszélybe fog kerülni, hogyha nem a zeneszerző által megírt helyben, környezetben és módon adjuk elő az operákat, de ez az a veszélyben van. De ezt azért csináljuk többek között nagy részt, hogy ne kerüljön veszélybe, és például az operában is már tartanak gyerekeknek, kicsiknek hangszerismertető foglalkozást, olyat, mint amiről beszéltem, ezeket a ringató foglalkozásokat, és olyan ifjúsági, nem is gyerek előadásokat, amikre be lehet jönni. Az egy nagy baj, hogy a vidéki operajátszás egy kicsit megszűnt. Tehát most egy óvodás vagy egy alsó tagozatos társaságot, Szekszárd még nincs olyan messze, ennél távolabbi helyek is vannak. Elvinni Budapestre, az csak növeli ezt a veszélyt. Arra van szükség, és én nem vagyok azért, erről nem mondok le, nem mondanék le, nem vagyok pessimista. Veszélybe van, de meg lehet menteni, még nem a szakadékban van.